Mindennapi kenyerünk című összeállításban naponta olvasható egy tanács, egy ígéret és egy fohász. És ezeket én kiírom héberül és görög eredetiben, és ezeket minden nap így is olvasom. Ez azt jelenti, hogy 365 ige eredetiben napról napra. Ez a Biblia eredeti szövegének az állandó ébren tartását jelenti. Így itt is most a Filippi 2.12 és a Zsoltárok 6.3 olvasható. Talán így hiteles, hogyha megmutatjuk, ahogy elküldte. A Dr. Hegedűs work is outstanding, Dr. Hegedűs munkája kiváló, és ennek alapján jelenik meg most, ahogy talán egy lapozásban látható is, a Transcendence címet. Igen. Igen. Legdrágább darabja. Kérlek szépen. Vaksai Sándor, saját kezüleg írt imádságaim. Unoka öcsétől, dr. Hetesi Kálmán kecskeméti lelkipásztortól kaptam, és további megőrzésre adom Hegedűs Lorent kedves tanítványomnak, Leányfalu, 1960. október 15. Ravasz László. Mikor átrendeztem a könyvtárát, és hát ez, amikor a Vaksai saját kezüleg imádságai. Esetleg való elkészülés ennek, ez nincs lelki kapcsolatban a Septuagintával? Ne, hát úgy hívják, Bázelben azóta úgy hívják ezt az időtönti Septuagint tézisen tágen. Tehát a dr. Hegedűs, aki a Septuagintás napok alatt... Tényleg? Igen, Septuagint tézisen tágen. Nekem is egyből jelentett eszembe. Így és itt a... És ez hogy írtad meg? Magyarul írtad meg, vagy... Nem, azonnal német, amint a másikat is azonnal angolul. Hát ezek nincsenek meg magyarul nekem. Ez is azonnal, szóval kimenni, és az van, hát nem is lett volna idő rá. Hát, és itt tessék, itt van egy Teilung der Dissertation, zur Erlangung der Doktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Basel. És... Isten lelke, mint a hit lelke, vezethet csak végig, még gondolatban is azon az úton, amelyet az Úristen végigjárnom engedett, és szinte hihetetlen, hogy 1930-tól 1990-ig terjed már az az életpálya, amit eddig megfuthattam. Igaz, hogy nem érzem 60 évnek, talán még 40-nek sem, Istennek kegyelméből, testi, lelki erőnlétben, és előttem is feltáruló tervekben és tennivalókban azt az életet, amelyet most Istentől kaptam. Hajdunánáson indult ez az élet 1930-ban, édesapai ágon hajdúsági leszármazást örököltem, édesanyai ágon pedig erdélyi orientációt Zilachról, Margitáról, és a mostani hivatásom szempontjából talán az a döntő, hogy 18 évig Hajdunánáson éltem, az ottani református, csak az utolsó évben államosított gimnáziumban tanultam, és minden akartam lenni, a kisgyermekkoromtól kezdve legelőször érdekes módon valóban pap, mindig prédikáltam a játszó gyermekeknek, de aztán a serdülő kamaszkor után minden akartam lenni, csak lelkipásztor nem, mérnök és tanár és diplomata és szülői és más egyéb tanácsolásokra, minden rendű és rangú ember, csak az nem akartam lenni, hogy az Isten igéjét hirdessem, ám 17 éves koromban Isten elvitt emberi hívások után a Balatonszárszói SDG Solideo Glóriás táborba,
és először ott hallottam augusztus hónapban 1948-ban élő evangéliumot, személyes megszólítást, és a személyes megszólítás döntésig is juttatott, úgyhogy egy testvérem egy este a viaskodó fiatal emberrel elkezdett beszélni, hogy a döntéssel Jézus Krisztus mellett hogyan állok, elmondottam, hogy nagyon szeretném, de lehetetlennek tartom, mert annyi probléma merül fel a fiatal életemben ezzel kapcsolatban. Ő pedig, amikor meghallgatta a problémákat, úgy látta testvéri szívvel, hogy tulajdonképpen egyetlen döntő szívdobbanás és lelki elhatározás hiányzik az én Jézus Krisztus melletti döntésemhez, és ezért felolvasta a Jelenések 22:17 versben található bibliai igét, a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, aki hallja, ezt mondja, jövel, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. És ennek az igének alapján elmondotta, hogy úgy látja, hogy mind értelmi problémáim, mind érzelmi hozzáállásom, mind akarati döntés szintjén való viaskodásaim eddigi életpályámnak összegezéseképpen odáig jutottak, hogy én akarom venni az életvizét, és akarom a sok evilági problém közepette meghalani az Isten feleletet, a jézusi bibliai választ. És ha ez csak ugyan így van, akkor megkérdezi tőlem, hogy komolynak tartom-e azt, hogy akarom venni az életvizét. Erre azt válaszoltam, hogy a legkomolyabban, hiszen azért vagyok itt, és az okoz nekem álmatlan éjszakákat, hogy nem tudom ebből az akarásból, hogy lesz végérvényes döntés. És erő azt mondta, úgy, ahogy Isten adja, nem emberi erővel, hanem isteni kegyelemből, vegye az életvizét ingyen. Úgyhogy semmi más nincs már hátra, mint hogy megköszönjük, hogy amit Isten eddig elvégzett bennem, az lényegében végbe is ment, és fogadjam el a kezéből a Jézus Krisztus kihulló véréért azt a lehetőséget, hogy én az ő követője, az ő tanítványa lehetek. Ott egy balatonszárszói esti csendben, egy nagy fának az árnyékában, ketten együtt imádkoztunk, és akkor adtam át az életemet Jézus Krisztusnak. Utána visszakerültem Hajdonánásra, az államosított iskolába, ott találkoztam azonnal az ateista világnézetnek a hódításával a gimnáziumnak az utolsó évében, és ez még újabb harcokat, a hit szép harcának a megharcolását jelentette számomra. Az érettségi idejére pedig annak az eldöntését, hogy én nem is foglalkozhatok mással, csak azzal, hogy a Jézus Krisztus melletti döntésre mindenkit felhívjak, és az ő igéjét egy életen át hirdesse. Mivel 1948-49 éppen a fordulat éve volt, érettségim előtt annak a bejelentése, hogy a lelkészi pályát akarom választani, nagy felhorkanást keltett a gimnázium tanári karában, és a kitűnő érettségi után maga az érettségi elnök is, a tanári kar is, utána pedig a hajdonánási és a debreceni pártbizottság oktatásügyi osztálya folytatott velem órákig, egyszer 4 óra hosszáig tartó lebeszélési párbeszédet, és minden néven nevezendő kiváltságot megígértek bármely reál vagy humán szaktudomány tanító egyetemen, mivel mind a kettőhöz adottságom volt, csak azt verjem ki a fejemből, hogy a lelkészi pályára menetellel, mint ők mondták, a másik táborhoz, a reakció táborához csatlakozom. Kifejtettem, hogy semmilyen másik táborhoz nem csatlakozom, az evangélium a világon a leghaladóbb életigazságot hirdeti, az örökkévalóságot a mában, és hogy számunkra, keresztény emberek számára az örökkévalóság mindig a ma, és feltétlenül csak a budapesti református teológiára fogom beadni a felvételi kérelmemet, és sehová máshová. Ez meg is történt. Az érdekesség a felvételi vizsgán abban állott, hogy előtte egy rendkívül szükséges mandula operáción estem keresztül, 3-szoros bevérzéssel, és ez a 181 cm-es termetemet lefogyasztotta 59 kilóra,
és a felvételi vizsgán az iskola orvos azt mondotta, professzor urak, tudják, hogy én 25 éve végzem önök mellett ezt a szolgálatot, és még soha bele nem szóltam a felvételi vizsgák eredményébe egyetlen egyszer sem, de nagyon kérem, a mostani időkre tekintettel ezt az egy fiatal embert semmi szín alatt ne vegyék fel a teológiai akadémiára, mert nem fogja bírni a lelkészi pályával járó megterhelést ebben az időszakban. Azt mondták, hogy nagyon megértjük a doktor urat, de mivel olyan jó a felkészülése, egy évig mégis megpróbáljuk, hiszen a minősítő vizsgáig úgyis tulajdonképpen próba évről van szó. Így kerültem a Budapesti Református Teológiai Akadémiára, ahol végül az első minősítő vizsga után mégis véglegesítettek, és én is valamennyire képes voltam összeszedni magam fizikai értelemben is. Mindig a lehető legtöbb munkavégzésére adott Isten erőt, és olyan kiváló professzoraim voltak, mint Viktor János, itteni gyülekezetemnek és alapító lelkipásztora, mint Pap László, mint a kormányzógyűrűs Bodonhelyi József, mint Budai Gergely, mint Csekei Sándor, és ők valóban hozzásegítettek engem ahhoz, hogy mindig a legegyetemesebb és legszemélyesebb szeretet evangéliumát halljam meg Krisztus evangéliumából, hiszen Isten úgy szerette a világot, az egész kozmoszt, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki személyesen hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. És a kitűnő professzorokhoz járult a Kálvin téren, dr. Ravasz Lászlónak az ige hirdetése, aztán az ő személyes kedvessége és jósága, amellyel néhányunkat maga mellé vett, bemutatta óriási 10 000 kötetes könyvtárát, és az számomra mindig példaadó volt abból a szempontból, hogy Bárt Károllyal, a legnagyobb teológussal együtt én is elmondjam, amilyen jó a koncentrált, összpontosított, olyan rossz az exkluzív, beszűkült teológiai lét. És ekkor indultam el már a teológia 5 esztendeje alatt azon az úton, hogy a lehető legszemélyesebb Krisztus hitet a lehető legegyetemesebb távlatban igyekeztem megélni, és így igyekeztem a Krisztus evangéliumát is hirdetni. A teológia elvégzése után a bicskei gyakorlati év következett, és a bicskei gyakorlati év után megszerzett oklevél arra méltattatott, hogy engem a legelső helyre helyezzenek Budapest Kálvin térre. Akkor 1956-ot írtunk, és 1956-ban ott értem meg a történelmi eseményeket. Egyedül voltam a harc idején, amikor lelkészek nem laktak ott, a kollégámmal, Pap Ákossal, aki karvezető segédlelkész volt ott, és Füle Zoltánnal, aki másik segédlelkészként működött a Kálvin téren, a kriptába szorultunk. A forradalom első napjainak a sztalinorgonás és orosz tankos lövegbelövései után a kollégám Pap Ákos művészi léleként nagyon érzékeny idegzett volt, és elkezdett különböző zeneszámokat játszani azért, hogy a hit és az ének szárnyain Istenhez emelkedjünk, és ne féljünk. Én pedig igét olvastam és imádkoztam, mire Füle Zoltán megszólalt az október 25-i sok ágyú lövéses éjszakában, hogy azért mégis jó nékünk itt lenni, mert hegedűs volt a pap, pap volt a hegedűs, és Füle hallgatta mind a kettőt. Ezt a csodálatos eseményt nem felejtjük el, különösen pedig nem felejtem el a forradalomnak azokat a csodálatos napjait, amikor a hótiszta igazságért való kiállás forradalmároknak és hívőknek azt a jézusi egybetalálkozását mutatta be nekünk, amikor az igazságot próbáltuk követni szeretetben, és mindenestől fogva nevekedtünk abban, aki a fej a Krisztusban,
azon a napon a 1 Korintus 13.13-ról prédikáltam, most azért megmarad a hit, remény, szeretete 3, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet, és arról szóltam, amikor sok minden összedől, a keresztjének számára és a keresztjének által, valóban ennek a háromnak, és különösen a legnagyobbnak, az egyetlen egynek, a krisztusi szeretetnek kell megmaradnia. Mégis erről a napról, 1956. október 31-éről írt újságcikkem azt eredményezte, hogy a november 4-i orosz rendcsinálás után nem maradhattam a Kálvin téren, hanem egy nagyon kedves és atyai lelkészi tanácsot kaptam, küldjem haza az ifjúságot a Kálvin térről, és próbáljam minimumra szorítani az ottani lelki munkát, revideáljam addigi az igazság forradalmi kialakulásával kapcsolatos álláspontomat, akkor ott maradhatok. Erre azt mondottam, engem nem azért vett ide Isten, hogy elküldjem a fiatalságot, hanem azért, hogy összegyűjtsem, és nem azért tett az örökkévaló igazság egy forradalmi napjának részesévé, hogy azt megtagadjam, hanem hogy azt Krisztus nevében áldozatosan mindenki javára, abban a szeretetben, amit hirdettem, mindörökké vállaljam. Ennek eredménye lett a Komlói pincébe helyezésem 24 órán belül, 1958. szeptember 30-ról október 1-jére virradólag. Ott egy pincébe kerültem, amelyik 165 centi magas volt, én 181, felállni benne nem tudtam, alázatot benne tanulhattam. Volt benne egy kis gyermekágy, hála Istennek rácsos volt, így amikor görcsöt kapott a lábam, mert nem tudtam kinyújtani, a rácson keresztül kinyújthattam, amikor fázott, akkor behúzhattam, és éjjel az ágyamban... Ez lényegében egy olyan lelkészi, segédlelkészi lakás akart lenni? Igen, egy segédlelkészi pince lakás volt. És éjjel az ágyamban egerek motoztak, atakarom alatt megcsiklandoztak, fűteni csak abban a kályhában lehetett, amelyet a pince ablaknyílásán át vezethettem ki egy csövön, és ha befűtöttem a lehető legkisebb mértékben is a dohos lé, azonnal megjelent a falakon, és a homlokomra lágyam, mint frissítő ital estharmad cseppje hult, ahogy Rembo Bohém című versében ezt olvassuk. Ha megszűnt a fűtés, akkor azonnal urrá lett a hideg, de ez adta az alázat iskoláját számomra, és annak a megértését, hogy akik a legalapvetőbb szükségletekben, ételben, italban, hálóhelyben, fűtésben szenvednek, azokat csak ugyan meg kell érteni, hogy forradalmi helyzetben érzik magukat szociálisan is, és mindezt nem lehet elspiritualizálni, és nekem se lehet olyan helyre menni, ahol csak lelkek vannak, és csak lelki problémákkal foglalkozhatok. Ugyanakkor ezen belül fiatal emberként a terhelés, mint a teher alatt nő a pálma közmondás mondja, csak hasznomra vált. Általában ekkor még minden évben külön 3-4 életet élhettem, a komlói pince hónapokat új szövetségi exegézésre fordítottam, általában egy nap 25 oldalt tudtam exegetálni a görög új szövetségből, és utána az irodalmi és filozófiai kikapcsolódást választottam szabadidőmben. A gyülekezeti munka pedig abból állt, hogy felkereshettem a bányász hívőket ebben a szocialista bányászvárosban, és ott csodálatos ökumenikus kapcsolat alakult ki, reformátusok, evangélikusok, katolikusok, és különösen az ott eleven életet élő baptisták között. Az én pince lakásomba is lejöttek bibliaórára elsősorban a fiatalok, és felejthetetlen az az érdeklődés, ahogyan ott az evangélium szíve után érdeklődtek ők valóban minden felekezetből és minden ágazatból. Itt egyfél évig maradhattam, utána Nagykőrösre kerültem egy raktárszobába, és ott a feladatom az esperesi hivatali adminisztrációs feladatokon túl az volt, hogy a tanyai hitoktatást ellássam. Gógány tanyára
10 kilométert kell bicikliznem 3-4 gyerekért. Bánom tanyára, ugyanennyiért 18 kilométert. Handháza felsőjárásra 32 kilométert. A gyerekek máig emlegetik a visszahallásom nyomán, hogy a tanyasi iskolákban mindenütt az érdekesség kedvéért a gyerekeknek, akik soha életükben nem láttak templomot kívülről sem, nemhogy belülről bejöttek volna odáig, a Dávid és Góliát történetével kezdtem az igemagyarázást, és pedig úgy, hogy a 2-3-4 gyerekből kiválasztottam a legkisebbet, azt megtanítottam, hogy paritját hogy kell forgatni a feje körül, én pedig felálltam az asztalra, hogy ilyen nagy volt Góliát, mint a nagy tiszteletes bácsi egy asztalon, és amikor a paritját meglóbálta a kisgyermek, levágtam magam az asztalról, úgyhogy csak úgy nyekedtem, és magam is féltem, hogy összetöröm magam. A gyerekek is megijedtek, de egy életre megjegyezték, hogy győzte le Dávid Góliát. És attól kezdve mondták az összes többi gyereknek, gyertek ti is hittanórára, mert meglátjátok, hogy győzi le Dávid Góliát. És megismertek, hogy milyen érdekes történetek vannak a Bibliában. Attól kezdve soha se kellett nekik mondani, hogy haza ne menjenek a sötétben, hanem inkább még a sötétet is vállalják, és úgy maradjanak ott a hittanórán. Így aztán megérte kibicikliznem a messzi tanyákra, és utána a legmelegebben fogadtak egy-egy tanyán, amikor meglátogattam egy-egy hittanos gyermeket, és úgy tértem vissza megint a nagykőrösi lakosztályomba. Nagykőrös után Monor és Alsónémedi következett. Monoron és Alsónémedén is csodálatos melegség elvett körül a gyülekezet. Mindegyik helyen egy, illetve Monoron majdnem 2 esztendeig szolgáltam, és mikor így Alsónémedén megközelítettem Budapest határát, és azt mondták, hogy letelt a büntetési idő, és következhet ismét Budapest, ahol megfelelő teológus életet élhetek. Ismét Hidas következett, ahol az előzőleg internált öreg lelkészt a szíve nem tudta tovább életben tartani, egy infarktus végzett vele, és ott kerültem a hukovinai székelyek körébe. A lelkésznő ott maradt az egy romosszobás parókiában, és így az én számomra csak az volt lehetséges, hogy egy TS-ben dolgozó bukovinai székely családnak az otthonába bekérezkedhettem, és heted magammal laktam egy szobába 3,5 éven keresztül. Hadd mondjam, hogy a bukovinai székely népi bölcsességnek, lelki intelligenciának, csodálatos, gazdag, szívvel teljes szeretetnek olyan kincseit kaphattam ez alatt a 3,5 év alatt, amelyet egy életen keresztül nem felejtek el. Kerekes József és családja, Csiszér, Kozma és felsége körében, és a népi bölcsességgel itt tudtam akkumulátorként feltöltekezni, de nem egy időszakra, hanem egy egész életre. 3,5 év után az ötvöny kiköltözött a parókiáról, és akkor megválaszthattak végre 34 éves koromba, most már hidasi gyülekezeti lelkipásztornak, és ekkor a Budapest Kálvin téren konfirmált leányzót, aki, mint később megtudtam, konfirmáció korában határozta el, hogy ez a fiatal pap lesz a férjem. Az ismerettségek alapján, mivel a gyülekezet sok-sok híve jött utólag, utána meghallgatni a prédikációimat, elvettem feleségül, illetve ő vette el engem férjül. Most már ezen hiába vitatkozunk. És itt kezdődött életünk egy romos szobából 10 szoba összkomfortot építve fel. A 10 szoba összkomfort építése közepette tervszerűen munkálkodhattunk Isten kegyelméből. Először, amikor egy gyerek volt, még ki és behordtuk a vizet, amikor 2 gyerek volt, már be tudtuk vezetni a vizet, amikor 3 gyerek volt, már melegvízünk is volt, és amikor 4 gyerek volt a 4. évben, akkor már automatizálva volt a vízterületén minden. Ugyanakkor 17 évig még fűrészporos dobokat tömve fűtöttem, az előbb 3, aztán 5, aztán 8, aztán 10 szobás parókiát, közben helyrehoztam az ország legkisebb, de számomra legdrágább templomát, a gyülekezet számára imatermet építettünk, bukovinai székely szobát létesítettünk, és pedig a
kakastal és pókakötős, tányéros, csillagos, pávafarkas, bazsarózsás párnákkal, a festékessel, a hímzett lepedőkkel, a dunyhákkal, a bukovinai székely betlehemes betanítottuk, a népi bölcsességre, a népviseletre és a népi nyelv megőrzésére állandóan biztattuk az embereket, és különösen arra, hogy kövessék a példánkat, és ha Istent ismernek, jót akarnak, és ők maguk életben akarnak maradni, ne kövessék a Baranyai egy-két, hanem minél több harmadik és minél több gyereket fogok keresztelni, annál virulóbb lesz a székelységnek az élete. A Baranyai hidason a élete nyomán felvirul majd a lelki élete, a születéseket újjászületések fogják követni, és az újjászületések nyomán a Jézus evangéliuma elvezet bennünket egészen az Istennek az országáig. Közben külföldi testvérek is látogattak bennünket a svájci evangéliumi segélyszolgálattól, megkérdezvén, mivel tudnák segíteni ebben a legkisebb templomú baranyai gyülekezetben a 4 gyermekes lelkész családot, akinek a keretén belül az orvos feleség a kisgyermekek miatt még nem tud dolgozni. Mondottam és bemutattam, hogy az Egyholdas kertben Fekete Dibizli telepet létesítettünk, és híveim annak gondozását el is végzik, nekünk csak a szüreteléssel kell foglalkoznunk. Én egyetlen segítséget kérek tőlük, amit Magyarországon beszerezni nem tudok, teológiai könyveket. Elcsodálkoztak, de elkezdték küldeni ezeket a teológiai könyveket, és amikor a következő nyarakon látták, hogy mindezeket én fel is dolgoztam, majd teológiai vitába kerültem kedves fundamentalista holland lelkipásztor testvérekkel, megjelentek a hidasi parókián az első professzorok, először Hollandiából Douma és Trim professzorok, aztán Hans Küng, római katolikus tübingai professzor jelentkezett levél által először, mivel hallotta, hogy legnehezebb és leghatalmasabb könyvét, a Hegel filozófiai teológiájáról írt Menschwerdung Gottes című könyvet a nagy részeiben lefordítottam és ismertettem is a magyarországi teológiai szemlében. Aztán Max Geiger, bázeli professzor érkezett hozzánk, és így most már százas és ezres példányszámokban kaptam évenként a teológiai könyveket. Megindult Amerika is, Princetontól Los Angelesig, és az angol könyvek kezdtek érkezni barátaim és ismerőseim segítségével hozzám, majd holland és francia nyelvű könyvek is. Így lettem Istennek kegyelméből a legkisebb templomnak és a legnagyobb teológiai és magánkönyvtárnak a lelkipásztora. A külföldi meghívások azonban ekkor rendre meghiúsultak az akkori rend tilalomfáján, és még csak kérvényeznem sem lehetett a külföldre utazást. Egyszer azonban Max Geiger professzor testvérem örömmel jön hozzám, most én vagyok az egyetemnek rektora, és a teológiai fakultás nevében olyan meghívó levelet küldök önnek, Herr Hegedűs, hogy feltétlen ki fogják engedni. Erre még én is kíváncsi vagyok, mondtam én, ő azonban ezt mondotta, bízza rám. Én csak annyit kértem, ne csak nekem küldje a levelet, hanem a püspöki hivatalba és az akkori állami egyházügyi hivatalba is. Egy hét múlva meg is kaptam ezt a levelet, hogy a Helsinki Egyezmények értelmében a Magyar Tudományos Akadémián keresztül a Svájci Tudományos Akadémia kéri fel Hegedűs Loránt lelkészt a bázeli egyetem teológiai fakultásán szemináriumi munkának a vezetésére és tudományos kutató munkára. Mindez azt eredményezte, hogy azonnal megkaptam a kiutazási engedélyt. Ugyanakkor nagyon jellemző, hogy közlésemre megkaptam a kiutazási engedélyt, és a tavaszi szemeszterben a húsvéti szolgálatoknak a elvégzése után, mivel nekem nincs helyettesem, tudom elfogadni a meghívást. A választ úgy kaptam meg, hogy a meghívó professzornak a gyászjelentése érkezett erre fel. És a gyászjelentés után ismét megkaptam az értesítést, mivel személyes meghívom meghalt, nyilván az én kiutazási engedélyem érvényét veszti, mert az egyetem most már
nyilván nem akarja az én előadásaimat hallgatni. Miután erről is értesítettem a Bázeli Egyetem teológiai fakultását, Geiger professzor hivatali utóda, Heinrich Ott professzor, Bárd Károly dogmatikus követője, ismét értesített már elhalt kollégájuk iránti kegyeletből is, az egyetem feltétlen ragaszkodik kimenetelemhez. Újra megkaptam a kiutazási engedélyt, és 1979. áprilisában, húsvét hétfő este kiutazhattam Bázelba, és ott egy 4,5 hónapos tanulmányi munkában elkezdhettem a külföldi teológiák életével való ismerkedésemet. Az első 3 szemináriumi estén való hozzászólásból Bárd szeminárium volt, Ráner szeminárium volt és Tilich szeminárium volt, ez a 3 szeminárium. Azonnal felkértek, hogy legyek az egyetemnek a doktorandusa. Természetesen, mint mondották, 10 esztendőbe telik itt egy igazi disszertációnak a tudományos szinten való elkészítése, de ha a rendelkezésemre álló további 3,5-4 hónap alatt 20 oldalt legalább produkálok, vagy legalábbis 10-et megfelelő tudományos szinten, tényleges doktorandusz leszek, itthon megírom a disszertációt, és amikor 10 év múlva kimegyek, levizsgáztatnak. Ez az ő kívánságuk, miután annyi teológiai könyvet olvastam már az ő segítségükkel is. Én megpróbáltam a lehetetlent, és Istennek kegyelméből sikerült. 70 nap alatt megírtam Aspekte der Gottesfrage című teológiai disszertációmat, az Isten kérdést, általános szellemtudományos, természettudományos, biológiai, lélektani, futurológia, történeti és teológiai szempontból tárgyalva. Amikor az 7 napot egyétevő munkák után és 4 gépírónőnek a kedves segítő munkáját felhasználva befejeztem a disszertációt és bemutattam a professzori karnak, nem akarták hinni a teljesítményt, és azonnal szóban is le akartak doktoráltatni. Annyira fáradt voltam, hogy kértem a hátralevő 10 nap haladékát, és így a 80. napon megszületett a Bárd Egyetemén a szisztematika teológiai doktorátus. 3 óra hosszáig kérdeztek, és amikor reggel 9 óra után levizsgázva megszólalt a déli harangszó, akkor azt mondták, elég, de ott professzor azt mondotta, nekem még volna egy kérdésem. Miért gyötröd még ezt a szegény delikvenst, kérdezték a többiek. Mert az lenne a kérdésem, sokan, ha 10 évig írják is a disszertációt, és 3 óra hosszáig felelnek, nem tudják elfogadni a díszebédet, mert gyomoridegességet kapnak. Mi szeretnénk megkérdezni Herhegedüst, hogy el tudja fogadni díszebédünket. Mire én azt mondtam, erre egy magyar református lelkipásztor csak azt kérdezheti, hogy mi lesz az az ebéd. És erre ők azt mondták, hát a Hilton szállóban őzgerinc áfonyaszószal és sampányi pezsgő, mondtam, erre nem lehet nemet mondani, de elég lesz nekem a közeli mediterrán étteremben is. És utána behívtak a tanácskozás negyed órás szünetét követően is doktorrá fogadtak. Megjelenve ennek a disszertációnak a lényegi összefoglalása, utána a hidasi parókiáról már a Princetoni Egyetemre kaptam a meghívást, ez azonban lehetetlenné tette a hazai közvélemény előtt, hogy továbbra is hidason maradjak. Amikor közölték velem, hogy hidason nem temethetnek el, akkor azt kértem a hatóságtól, akkor végrendelkezem, hogy majd Pesten temessenek el, csak addig hagyjanak hidason, annak a drága gyülekezetnek a körében, amely csak ugyan jézusi módon fogadott, éheztem és ennem adtak, szomjúhoztam és innom adtak, jövevény voltam és befogadtak, de a Budapest Szabadságtéri gyülekezetnek a kedves meghívása lehetővé tette azt mégis, hogy a hidasiak megértsék, itt nagyobb szolgálatok várnak rám, és elfogadtam 1983. augusztus 15-én a koncesszát, amely az egyhangú meghívás után engem ide Budapest szívébe helyezett egy gyülekezetbe,
ahol óriási az urbanizálódás, az irodásodás, de a két metró segítségével óriási a lehetőség is arra, hogy itt összeszedjük Budapestnek az ifjúságát, és ugyanakkor egy központi gyülekezetnek a szívét, a magvát létesítsük. El tudja mondani ezeket a verseket. És... Tehát mi hatott ez a külső memória inkább, vagy a belső tartalom, vagy mind a kettő? Inkább a belső tartalom hatott, de hát ez elkerülhetetlen annélkül, hogy valakinek ilyen jó memóriája legyen. Szóval tehát mind a kettő, de azért főleg az, hogy ilyen belső tartalma volt. Mutatkozz-e, mit tanulsz itt? Én zongorát tanulok, és szolfés főtanszakos is vagyok, és Sári Andrea vagyok. Isten áldjon kösz. Nekem nagyon tetszett az előadás. Főleg ahogy mondta a bácsi a verset, ezt a költeményt a szellemi erejéről, a véleményem különösen, hogy mondjam, szóval nagyon lekötelezett ez a memóriája. De milyen hangszeren tanulsz itt? Harmonikán. Harmonikán? Értelem. Jó. No, Jémin, látod, te is nagyon figyeltet az egész előadás. Mi volt, ami rád igazán hatott? Hát talán ezek a versmondások, ezek nagyon, nem tudom, hát szóval nagyon tetszettek nekem. Fontosnak tartod, hogy egy lelkész ilyen memóriával rendelkezzen, és ez is hozzátartozik a tartalom továbbadásához? Igen, feltétlenül, mert ez tulajdonképpen... a legjobban megfogja talán az embereket, nem tudom, az előadás színességéhez hozzátartozik. Lélekről azóta 900 lélekre felszaporodó gyülekezet csak ugyan bázist képez arra, hogy az egyetemek minden területén meghirdethessem tavaszi és őszi előadásaimat, és egyrészt az irodalomnak, másrészt a természettudománynak, harmadsorban pedig a lélektannak a határ területeiről tartsak evangéliumi előadásokat, például Jézus és Freud, Jézus és Dostoyevsky, Jézus és Einstein. Ennek már több mint 30 részből álló sorozata van a magnószalagokon és a kéziratokban. Ennek nyomán meghívást kaptam például marxista akkori pedagógiai főiskolára jelenések könyvéről előadást tartani, a Marx Károly Közgazdasági Egyetemre, Isten gondolat az európai kultúrában, a Bibliától kezdve napjainkig, a teológián,
a Teológiai Szabad Egyetemen, Jézus és a filozófia, Jézus és a teológia, Jézus és a lélektan, Jézus és a természettudomány címmel tartottam 10 sorozatból álló előadást. A Prágai Egyetem doktori kollégiumában egyhetes előadást tartottam a transzcendenciáról, miután mindezt a Princetoni teológiai szeminárium meghívására Amerikában eltöltött 4 hónap alatt megírt könyvemben, a Transzcendenciában kifejtettem angol nyelven. Ez a könyv most fog megjelenni az Edinburgh-i Egyetem teológiai protestáns fakultásának a kiadásában. Eme határterületekkel foglalkozván a döntő feladatot mégis abban látom, hogy gyülekezetileg és egyénileg Istennek igéjét, az evangélium szívét hirdessem. Általában egyetlen egy ige alapján tartok vasárnaptól vasárnapig evangelizációkat, így például a János 3.16-ról, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki ő benne hisz, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Először evangelizációt tartok a szeretetről szóló örömhír kapcsán, aztán az Istenről szóló örömhír, a világról szóló örömhír, a hitről szóló örömhír, az életről szóló örömhír, az örök életről szóló örömhír, a Krisztusról szóló örömhír következik végül mindennek a summája. Így nagyon sok igéről van, 8 igéről. Sok mindenről kéne itt még beszélnünk, maga a könyvtár, amelyik hány kötetes is? 15 ezer kötetes, 8 nyelvű könyvtár ez. Azt hiszem, hogy unikum számba megy ez is, de foglaljuk össze most egy mondatba, mihez vezető híd volt neked hidas? Jézushoz vezető híd volt, hogy Jézust jobban értsem az igéből, és hogy Jézust jobban megtaláljam az emberek szívében.